Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband, keresztesek a dzsihadisták ellen végigjátszásomat, és itt maradt ugyebár, hogy minden területet elfoglaltunk, de próbálom legyőzni a frakciókat, mármint a megmaradt frakciókat. Szóval... Oh, te a pápához csatlakoztál, oké. Okay. Jó. Támadjunk. Jaj, faluban fogunk küzdeni. Jó, remek. Vonuljunk vissza egy kicsit. Szóval ugyebár próbálom legyőzni a kergiteket, hogy kiírja a játék, ugyebár hogy nincs többé, plusz a pápai államot. Plusz ugyebár nehéz megkapni a nemeseket. Fene tudja hol vannak. Hát annyi az egész, ugyebár hogy nincs katonájuk, csak úgy egyedül mozognak a térképen, aztán nehéz elkapni őket, mivel nagyon gyorsak. Az azon érdekes, hogy egyedül ki tudnak fosztani egy falut, ami érdekes, mert ugyebár ha egyedül nekimész egy falunak, akkor kitámadnak és lezúznak. Szóval, ja. Plusz ugyebár páran csatlakoznának. A fenébe. Csatlakoznának annyi az egész hozzám, de nem akarom, hogy csatlakozzanak, szóval... Ja. Inkább csak lezúzzuk őket, az kész. Nem kellenek nemesek. Mármint ezek a nemesek nem kellenek. Nem igazán ismerik a hűség fogalmát. Még több ellenség? Ja. Vagy 8 ember. Csak úgy hullanak. Ja, ennyi volt. Jó, mindegy. Nem akartak kiírni, hogy nyertünk. Van két bolyár, azt felvesszük. Itt is van egy csávó. Itt is van egy. Wow, jó pár embert vesztettem. Jajek kifosztását akarja. Várjunk. Ilyen falu. Ott van. És kifosztja. Most már kifosztotta.
Az egyik Nozsán elvesztette a csatát, csaj csatáját. Wow! 196-an vannak. Legyőztek nagy valószínűséggel egy nemest, akinek volt egy csomó fogja. Az komoly. Ja. Egyesültek. Ó, a saját királyságomból van az a katona. Magyar nemesek. Mennyit ér, hogyha levágunk egy magyar nemest? Hány tapasztalatpont? Én akarom. 100. Csak 180! Na, az nem magyar nemes volt. Nem létezik. Nem létezik, hogy egy magyar nemes 180 pontot érjen. Kétszer olyan erős, mint egy svadiai lovag. Nem már. Az nem igaz. Nem, az nem izé volt. Szerintem fekete lovag volt csak. Nem létezik, hogy izé lett volna. Ja, nem láttam rajta íjat. Ja, azt hiszem csak fekete lovag volt. Ja, ez gyors volt. Igen, fekete lovag volt. Na végre, nincs többé pápai állam. Na akkor most már csak a kergiteket kell elintézni. Valahol erre lesznek. Mahán. Mindegy, attól messze vagyunk. Ambean. Helyett most jöttem el mellette. Ja, de meg sem mozdul. Ott volt egy csávó. Hova lett vajon? Fajrikin és Fedner és Salam is. Hárjunk. Hol a fenébe? Itt van. Wow. Rengeteg nemesük van. Nem? Őrjárat? Van olyanom is. Túl lassúak vagyunk.
Viszlát. Hogy tudnánk elkapni őket? Kicsit kezdem unni ezt a szarságot. A fenébe! Kicsit nagyon kezdem unni. Ezzel akar menni. Mindegy. De ez így nagyon rossz amúgy. Egyik falut. Hello, hello. Egybe ment két nemes. Egybe egyeznek. Jó, legalább elkaptunk kettőt. Remek. Na. Nem. Nem kötünk békét. Ugyan már. Na jó, ez kb. Ennyi. Hol kapunk nemeseket? Nalder főúr. Vagyis Naldera. Három nobleman. Milyen egységek ezek? Honnan lett egyáltalán? Nobleman. Mi a fene? Jól van.
arti szintet, Asgardot és Quint és izét támadják. És valahol ott vannak. Kétszáz ember. Jól van. 51-en, 200 ellen. Az jó arány. Jó esély a szép halálra. Nem tetszik a csatatér. Ez még úgysem. Jó. Jaj, itt is vannak. Kis csatatéren küzdünk, remek. Hello, emberek! Van, hogyha már veszteséget akarok okozni, akkor legalább a normálisabb egységeket lőjem ki. Menekülnek. Ó, bakker. Megfutottak. Jó, sokan elmenekülnek. Hát az ennyi volt. Elite Daredevil az jöhet. Tessék. Azon csodálkoztam, hogy nem tűntek el egyből. Mármint mivel nincs terület, hova menjenek. Így általában csak úgy eltűnnek. Ja, ez ennyi volt. Köcsög. Hogy a fenébe kapjuk el a csávót? Van egy ötletem. Valahogy így. Jó. Folytatjuk és kergetjük a nemeseket.
113 fosztogató, mindet levágjuk. Jó, mert az egyik pont, vagyis becsatlakoztak, így elintézzük mind a kettőt egyszerre. Szarügy volt fosztogatónak állni. Nem volt a legjobb ötletetek. Valami idióta egyfolytában dudál, mi a fene? Remélem nem hallatszik, ha meg igen, sajnálom. Na jó, keressünk még ellenséges nemest. Na, Nozsán, Mirko Nozsán elvesztette a csatáját, remek. Jó lenne, ha már kiírná végre, hogy a Kergit királyság és kánságnak annyi. Na, akartok harcolni? Na várjunk. Ti nem vagytok együtt? Azt hittem, hogy becsatlakozik egyik a másiknak segít, de nem. Na mindegy akkor. Elintéztük volna mindet, de most már mindegy. Annyi az egész, még annó segítettem az egyik parasztlázadó csapatnak. Ezt jóba lettünk a parasztlázadókkal. Ú, nincs kedvem most a zsiványokhoz. És... nem még tudom őket legyőzni. Kisebb ellenséges csapat Sáriznál. Jó van, keressük meg. Hey. Na, fenébe, hova lett? Várjunk, Alburgnál van. Na vajon merre ment? Na fel ne vigyen el! Na, annak annyi. Az elment. Jó, oh, lol, elvesztette a csatát. 177 embered van. Szép volt. Az szép szúrás volt, és beleszaladtam a láncsába.
Jó, az le akart szórni. Meg ő is. Meg ő is. Meg te is. Meg te is. Meg te is. Felébe! Már allergiám van rájuk. Wow! Ciprusi mesterfejszés. Na nem, ez izé volt. Nemes. De úgy nézett ki, mint a ciprusi mesterfejszés. Hányan vannak még? Kettő? De... Na végre. Elmenekült. Na lássuk, honnan jön jelentés. Jó sokan vagytok. De... Igen, már csak kergitkánság van. Írjuk ki a fosztogatókat, utána pedig ezt a főurat intézzük el, meg ott láttam még egyet. Ja, ez jó volt. Háromszázharmincnyolc katonád van. Hűha. De már fel kell venni pár embert. Ja.
Ja, ugye bár van egy csomó embere, de parasztasszonyok. Így lehetnek 300-an parasztasszonyokkal együtt. Menj már innen! Még több paraszt, wow! Wow, tényleg 300-an vannak! Te, amiből vagy 150 izé! Ez már paraszt meg parasztasszony. Jó, valójában 338, de na, értitek. Csak úgy hullanak a fejek. Ezeket lezúztuk volna 40 emberrel is. Igaz, meg se néztem valójában, hogy miük van. Ja, ez jó volt. Vegyírlovag, mi? Elite derdevilek. És ennyi. Jól van. Jó, ennyit keresünk még ellenséges nemeseket. Nézzünk be Uszkhalba. Vegyünk némi élelmet. Sehol semmi, izé? Oh, hello! Naldera. Tashkulun. Az ott van. Valahol erre van akkor az egyik. Lehet, hogy elverték a csávót. Nézzünk el izébe, Sharisba. Küldjük el a nemeseket. Nem.
Három foglyom is megszökött, wow. Itt mindig rengeteg nemes van. Nem kell. Adjál már. Még egyszer meglátom ezeket a nemeseket, kiakadok. Szóval lehet, most ugyebár átállnak a kerítekhez, de remélem nem lesz olyan, hogy terület, vagyis elkezdenek mozogni a térképen. Itt volt egy. Gyorsan küldjünk el mindenkit, menj. Most olyan hova lett? Ott volt. Hova lettél? Nem már. A fenébe! Szimat! Most akkor hova lett a köty? Meg vagy? 10,8-al halad, baszki. Ó, átállt hozzám. Fogjon vagy, és te is. Van egy csávó. Annyira nem érdekel mondjuk. Ahogy elnézem, tényleg az van, hogy elküldöm a nemeseket a fenébe. És ezek egyszerűen átállnak a kergitek, ezután visszaállnak hozzám. Hogy a fenébe vadászom le őket. Jalibe. Ismirala. Hát persze. Wow. What? Nem klikkeltem rá a csávóra. A francba. Na ja, ez így nem jó, hogy elküldöm a nemeseket, mert akkor... Tessék, egyből megjelennek mindenhol kisebb csapatok. A fenébe! Az egy bullshit. Ez egy hülyeség így, hát... Hát elküldöm őket, ugyebár utána visszajönnek hozzám, az kész. Ez így baromság, hát... Ez így nem jó. Ez így egyáltalán nem jó. Egyből elkezdenek fosztogatni, azt annyi. Ez így nem oké. Ja, aztán meg tessék, átáll hozzám. Ez így hülyeség. Megvagy. Ez így egy nagy hülyeség. Szóval, hogyha elküldeném az összes nemest, akkor is ugyanott lennék, ahol a semmit osztogatják.
12-vel halad a csávó. Majdnem 13-mal. No már. Ó, megvagy, köcsög. Meg lesz. Ah, francba. Nem tudom elérni a csávót. Egyfolytában burglent akarja. Ó, oh. Ah, megvagy, gyökér. Csak beleszaladt a csapdába. Na? Csak burglent akarják, wow. Hol a nemes? Ott van. Arjen kő mennyivel halad? Ja, ez az a csávó, amelyik 12,9-el. Hújra. Gyors a csávó, nagyon. A fenébe. Nem tudok automatikázni, mi a fene? Hát... jobb nem elküldeni akkor a nemeseket. Tényleg van néhány foglyom. Ezeket tegyük be ide. Pedig valahogy... oh, megvagy! Most meg lesz. Pont belénk szalad. Ja. Sirály. Ó. Oh. Oké. Okay. Ugyanígy kaptuk el a másikat is, hogy... ugyebár ők mindig arrafele futnak. Rejvadin fele, hogy olyan fenébe mondjam, na. Aztán... mindig belénk szaladnak. Elmenekült, nem számít. Na? Akarnak még páran Burglennél fosztogatni? Mi a? Ugyan más srácok. Köcsök fosztogatók. Most akkor az van, hogy nem küldök el több nemest, mármint Sharisból, hanem megpróbálom mindegyiket elkapni. És utána elküldeni őket. És akkor kíváncsi vagyok, mi lesz. Mi lesz akkor, hogyha például elküldöm őket, de már nincs több királyság, egy se, csak a miénk. Azért, de az ilyen kis fosztogatók még akkor se kéne megtámadjanak, ha százan vannak, én meg egyedül. Mert ugye bár a hírnév az, az azért szerintem kéne mondjon valamit. Ruldi. Az valahogy, ugye bár mutatja, itt van, mutatja a képen, hogy mi, hogy néz ki a falu, és akkor meg tudod jegyezni, hogy... Várjunk, mit is ír? Dasbikát? Igen, itt van. Hogy mit is akarnak... most milyen falut fosztanak ki. Itt volt a csávó pedig. Ott van. Néhol van. 7,2-vel halad. Ho! Megvagy, köcsög. Ennyi. Ulburbán és Karindi és Rebaka és Kevere. Mi a franc? Várjunk a... Directionét most támadják. Bakker, létezik, hogy még ennyire sok nemessel
Szarakodunk? A fenébe már! De mit akar? Mit? Mi a... Igaz, egy csomót elküldtem. Akkor lett volna szar, ha elküldöm az egészet. Aki a városban volt, Sharisban ugyebár. Na akkor aztán szarakodhatnánk. Ja, ez ennyi volt. A Queen. Várjunk, Queen, az hol van? Izé terület. Mongol. Hol van Queen? Pedig ilyen város, nem? Vagyis falu. Senuzdánál, Rivácsegnél, Burglen. Hova lett? Van. Na, jönnek még vajon Burglenhez? Mi ez? Na, végre, bakker, srácok, meg lett! Oké, Gabi Hun királyságú minden rivális legyőző egyesítette a királyságot. Jéj, minden a miénk. Na, végre! Basszus. Már azt hittem, sose fogom őket teljesen legyőzni, a kergiteket. Amennyit kellett szarozni velük, te jó ég. Wow! Ezt a végigjátszást nagyon élveztem, tényleg. Ez a keresztes kiegészítő, ez nagyon jó volt. Na, menjünk el Sharisba, mert ugyebár onnan indult minden. És itt van egy csomó... De most tényleg, mi történik a nemesekkel, ha ezt elküldöm? Hát ugyebár... Izé nincs. Más királyság, ugyebár csak mi. Mindegy, amúgy lényegtelen, pihenhetnek a várban, de úgysem kapnak földet, vagy ilyesmi, szóval bekaphatják. Hú, vegyünk fel pár katonát. És hát, ennyi lett volna, srácok. Va? Rokabár Nozsán Gishim elpusztítására készül, szóval még mindig van izé. Van néhány nemes. Jó, meglett. Jó, most már ennyi neki is, vége. Szóval még mindig van néhány nemes, de... Valójában a királyságok megsemmisültek, szóval vége, nincs több ellenség. Lehet, hogy még próbálkozik, ugyebár, mármint, hogy mondjam,
Lehet, hogy azért van még pár nemes a kergiteknél, mert ugye bár nem alapból a kergitekhez tartoznak a nemesek, így valójában azokat már nem számolja a gép kergit nemeseknek, szóval... Ugye bár ez is egy rokabárt, az azt hiszem izés, vadiai volt, vagy nem tudom. Csak ugye bár ő még megmaradt a kergiteknek. Nagy valószínűséggel legyőztük az egész kergit nemest, ugye bár akik alapból kergitek, és utána beadta a játék, hogy vége, nincs többé frakció. Na mindegy, a lényeg, hogy meglett, és sikerült elfoglalni egész keletet, egyesítettük a népet, mindenhol ugyanaz van, nincs rivalizálás, nincs semmi, még elfoglaltuk Itáliát, és a pápának szétrúgtuk a seggét Rómában, mert rosszalkodott. A mongolokat megszégyenítettük, ja, koreszmiánokat szintén, ezeket az assassin csávókat, mennyit lemészároltunk belőle. Na ja, béke van. Békét teremtettünk, egy királyság létezik, egy vallás, nincs rivalizálás a vallások miatt. Na ja, ennyi lett volna a srácok, a keresztesek, a dzsihadisták ellen végigjátszás. Hát nem tudom, hogy mikor lesz még Mount & Blade végigjátszás, lehet, hogy már csak a Bannerlorddal fogunk játszani. Ám bár az is meg lehet, hogy mire ti ezt a részt látjátok, addigra már a Bannerlord megjelenik, szóval igen. Na mindegy, a lényeg, hogy ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!